mindenkit! Itt egy újabb beszélgessünk Dorinával videó lenne. Hát igen, elég hamar jött ez a második rész, de ennek csak örülhettek. Nos, amint a címből is kiderült, a mai beszéd témánk egy kicsit a mi videózásunkról lenne egy kis szó az első pár percben, aztán már a többi kis percben pedig egy kis változásokról lenne szó. Na az első, amit szeretnék veletek megosztani, múltkor volt videónk, vasárnap, ugye, és most szerda van. És ugye vasárnap volt videónk, és úgy volt, hogy ma készítünk egy videót Zalánnal, egy gameplayt. De hát ez nem jött össze, mert Zalánnak nem jó az időpont, hiszen foci edzése van, meg hát azért ugye mi is már hetedikesek vagyunk, tehát azért már nekünk is van tanulnivalónk, dolgunk. Ezért ez most a gameplay elmaradt, ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy bocsánatot szeretnénk kérni. De ezt pótolom egy kis beszélgessünk Dorinával a második résszel. De hétvégén már valószínűleg szombat vagy vasárnapkor érkezik az új gameplay, az új videó. Most nem csak az a... Ugye elméletileg kedden lett volna videó, nem ma, de tegnap meg azért nem volt jó, mert képzeljétek el, hát nagyba bekapcsolom egy gépet, hazajövök, mondom, ó, de jó, megtanultam gépezek, mert minden szar, hát persze, hogy nem gépezek, miért? Bekapcsoltam a gépet, bejött. És amikor ott volt, hogy bejelentkezés, képzeljétek el, kijött egy olyan ikon, hogy indítási javítás. Tehát baj volt az indítással. Hát jó, töltött meg minden, mondom, jó van, keresse a hibát, minden, rákattintottam. És hát volt az a lehetőségem, hogy keresse a hibát, vagy az, hogy kapcsolja ki a gépet. Mind a kettőt kipróbáltam. Hát egyik se volt jó. Nem talált semmit, azt írta ki, és csak így kikapcsolt. Aztán este megint megpróbáltam, rá is írtam bátyámra, hogy mi lehet a baja. Kipróbáltam, azt ajánlotta a bátyám, hogy kapcsoljam le az egész áramot, már nem az egész házba, hanem csak a fővezetéket, a főtáplálót, ugye. Hát kikapcsoltam, és azt mondta, hogy 1-2 órát hagyjam úgy. 1 óra 45 percet hagytam úgy, és azt mondta, hogy utána kapcsoljam vissza, és úgy próbáljam meg. Jó, megpróbáltam, hát nem lett jobb, nem lett sokkal jobb. Azt kell, hogy mondjam. Tehát ugyanúgy volt, sőt, még rosszabb, mert bekapcsoltam, és kijött a kék halál, gyerekek. A kék halál. Szerintem tudja mindenki, mi az a kék halál, már mindenki találkozott szerintem velem. Kék képernyő, fehér felirat, és az már azt mondom, hogy nem jót lent. A mi régi laptopunk is így halt meg. Szóval akkor nem örültem, amikor bejött ez a kék halál. Na, akkor nem örültem. És továbbra is ezt csinálta, ma is megpróbáltam, ezt csinálja. Nem tudok vele mit csinálni, nem indul el. Megkértem tesómat, hogy akkor ma este próbáljunk még valamit meg, de nem ért rá sajnos testvérem sem, mert hát egyetemen van Budapesten, ezért nem ért rá. Ezért holnap fogjuk még megpróbálni valamit vele. Ha esetleg van valami tippetek erre, akkor kérlem szépen, akkor írjátok le kommentben, és hogy hogyan tudnátok, hogyan indíthatnám el ezt a gépet. De lehet, hogy az lesz, hogyha nem tudjuk megoldani a bátyám, akkor elviszük szervizbe. Csak akkor az a baj, hogy ott meg annyit csinálnak, hogy újra telepítik. És azt mondta bátyám, hogy az hülyeség, hogy újra telepítik, mert nem kell újra telepíteni ahhoz, hogy működjön. Máshogy is meg lehet azt oldani, csak a hülye informatikusok bevisszük hozzá, és mindig újra telepít. Mindig csak minden csak az újra telepítéssel akarnak megoldani. Ezért nem akarok nagyon bevinni, de lehet, hogy muszáj lesz bevinni. És megcsinálják. Igen. Nem ment, ma is próbáltam, kétszer nem. Mondom, akkor jól van, akkor itt abba hagytam, majd holnap bátyám, amíg kipróbálunk valamit. De akkor hogy van videó? Hát hogy van videó?
Hát természetesen úgy, hogy az édesanyám laptopján vagyok most, és letöltöttem gyorsan a Frapsot, és ott csinálom most ezt a kis videót, ezért nem tudunk gameplayt csinálni. Tudnám gameplayt csinálni, de ma meg azért nem, mert tegnap azért nem, mert ugye a gép nem működött, már késő este volt, amikor ezt én csináltam, és már akkor nem akartunk videózni. Ma meg azért, mert Zalánnak nem jó, sajnos így sincs, mert foci edzésem, és későn jön haza, de ezért úgy gondoltam, hogy akkor most csinálok egy ilyen kis beszélgessünk Dorinával a videót, hogy elmondom benne ezt, hogy mi is történt most itt velünk. Szóval most laptopról veszem ezt a videót. Na most, hogy mikor lesz a következő gameplay, várhatólag, ha sikerül megjavítani a gépet, vagy mi bátyámmal, vagy pedig elviszük szervizbe, és sikerül megjavítani, akkor szombaton vagy vasárnap. Tehát minél megpróbáljuk, minél hamarabb, mondjuk holnap nekem az suliba Mikulás buli van, és késő este érek haza, mert egész délután ott leszek. Ja, hazajök suliba, aztán már mehetik is vissza, és estig ott fogunk bulizni. Szóval holnap nem, de megpróbáljuk pénteken ezt így megügykölni. Ha nem sikerül, akkor elviszük még pénteken a szerelőhöz. Azt egy, szerintem egy másnapra, szombatra meg is javítják. És akkor, ha sikerül megjavítani, és remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz semmi baj se a processzorral, se semmivel, hanem csak egy kis telepítés kell neki, vagy valami. És akkor, hogyha ez meg lesz szombatra, meg lesz javítva, akkor szombat este készítünk egy videót, és akkor egy gameplayt, és akkor az vasárnap, hát úgy hajnalba fel is kerül. De most ugye, hát nem tudom, mert hogyha újra kell ezt telepíteni, akkor minden játékom szinte a C-n van. Tehát akkor mindent újra le kell ezt tölteni, és ezt nagyon nem kapáznám, mert az akkor én kiakadnék teljesen, mert mindenem a C-n van. Szóval én meghalnék egyszerűen, de reméljük nem kell ezt újra telepíteni. Ha mégis, akkor ez esetben nem, nyugi, nem fog elmaradni a szombat-vasárnapi gameplay, átmegyünk Zalánhoz, és az ő gépén valamit ügyködünk, valami gameplayt, szerintem Crash Day lesz az, mert neki megvan az a játék, ezért szerintem ő letölti a Frapset, és akkor egy kis félórás gameplayt csinálunk majd az ő gépén, de ezt akartuk egyébként tegnap is, csak már túl késő volt, mert ma is, csak most úgy mondtam, hogy Zalán nem ért rá. Szóval majd valamit összeüködjünk max, vagy a laptopon, vagy a Zalán gépén fogjuk ezt megcsinálni, ezt a hétvégi gameplayt. Szóval nyugodjatok meg, tuti, hogy lesz gameplay, de nem biztos, hogy a mi gépünkön, de hát az szerintem nektek tök mindegy. Szóval mindenféleképpen valahogy megpróbáljuk oldani. Na, szóval ez lett volna, tehát ez van most velünk, hát egy kemény 10 percben elbeszéltem. Szóval ez lenne most így velünk. Hát ja, hát most ez a helyzet, történik ilyen, hát remélem nem lesz komolyabb baj a gépnek. Na, de akkor a videónak a másik részét kezdjük el akkor most, ami ugye a változás lenne, tehát ez a címe, változás. Na most, hogy milyen változás, az szerintem már így a képből kiderül, ahogy látjátok a képernyőt. Na, azért elmondom. Na, szóval, a múlt héten beszélgettünk bátyámmal ezekről a dolgokról, a kontrollerről, a Grand Theft Autóról, tudjátok, a karácsonyi ajándékokról. És hát elmondtam neki első, kezdjük a Grand Theft Autóval, hogy meg szeretném ezt venni. És ugye anya veszi meg, de Dávid rendelné meg, tehát a tesóm rendelné meg, ezért megkértem őt, hogy rendelje meg, de ezért azért első megkérdeztem a véleményét, hogy átgondoltam, lehet az lenne, hogy megkérdeztem, hogy 3990 forintért megéri a Grand Theft Auto komplett patch-eget megvenni, vagy a Grand Theft Auto Liberty City-t, Episode from Liberty City-t megvenni 2990 forintért, mert ugye mégiscsak 1000 forint plusz a postaköltség. És azt mondta, hogy szerintem, mivel úgyse fogok játszani nagyon a Grand Theft Auto 1, 2, 3-mal, csak a 4-jel inkább, ez tényleg is való, tehát lehet, hogy lett volna egy-két gameplay belőlük, de meg hülyeskedtem volna vele, de azt le lehet tölteni, tehát azt bármikor le lehet tölteni, ezt a Vice City-t, az 1-et, a San Andreas, az már le van,
Tehát bármikor le lehet tölteni. Viszont a GTA 4-et nem lehet letölteni, hogyha multizni szeretnék. Ezért azt mondta, hogy szerinte jobban megérni a sima Grand Theft Auto Complete Edition. És akkor én ilyenkor azt mondtam, hogy jó, szóval ez az egyik változás, gyerekek, hogy a figyelem, hogy a Grand Theft Auto Complete Patch-ig, ezt gondolkoztam rajta egy napot, helyett megveszem a Grand Theft Auto 4 Episode from Liberty City CD-t. Szóval nem tudom miért, most ezt így nem tudom nektek elmagyarázni, de egy nap alatt döntöttem, és úgy döntöttem, hogy mégiscsak ezt veszem meg. Tehát ez kihúzva, áthúzva, és ez van bekarikázva, tehát erről lemondtam, mert mondom, ezt a három játékot le tudom tölteni, GTA 4-et meg, akkor már mindegy, ha megveszem magába, nem? De. Na szóval, 3000 forintért plusz a postaköltségé fogom ezt megrendelni, pontosabban bátyám fogja megrendelni. Hát azt mondta, hogy ez egy-két nap alatt kijön, szóval majd karácsony előtt 2-3, vagy inkább 3-4 nappal rendeljük meg. Szóval ez lesz az, amit szépen megrendelek, ez a kis CD, Game for Windows-os, ugye természetesen, és hát nem Steam-en, mert ott sokkal drágább, hoppá, ezek a nagy hirdetések, Isten, utálom, fúj. Mondom, ugye a gamer, gamager.com-on fogom megrendelni, és hát bátyám, ahogy mondtam. Szóval ez az egyik változás. A másik változás, tehát ugyanúgy lesz, tehát ugyanúgy megkapom a GTA-t, csak nem a Complete Patch-et, hanem a Complete Edition-t. Ennyi a különbség. A másik változás, tehát ez lesz a karácsony feladat, és ez már biztos, ha sikerül megrendelnünk, akkor ez már biztos, hogy ott lesz. Ezzel, erről már nem fogok más döntést csinálni, ez már tuti. Tudom, hogy az előbb is ezt mondtam az elsőre, de ez már tuti, tehát tényleg nem változtatok most már. A másik változás az a kontrollerrel kapcsolatosan, arról is beszéltünk múlt héten bátyámmal, és tehát írtó sokat beszélgettünk egyébként Facebookon. Ugye úgy volt, hogy én az előző beszélgessünk Dorinával videóba ezt mutattam, hogy én mi ezt fogjuk megrendelni. Menj már innen! Na, ezt a New Wired USB gamepadot, ugye eBay-ről, erről már kimondtam a véleményem. Ezt fogjuk megrendelni, mégpedig fehérbe. Na most, ugye ez 3782 forint, és bátyám azt beszéltük, és azt mondta, hogy ez szerinte azért 4000 forint postaköltség, és nem csak ez volt a baj. Megvettük volna, csak nem jött volna meg karácsonyra. Tehát ugye ezt Kínából szállítják, és azt olvasta, hogy ez körülbelül hát olyan egy hónap lett volna. Egy hónap lenne, még kihozzák. Mert hát Iberre azért általában egy hónap. De van kevesebb is. Mondom, az jó, mert nincs egy hónapunk. Tehát nincs egy hónapunk karácsonyig, és én karácsonyfa alatt szeretném látni, nem pedig utána. És mondta, hogy de hát, hogy nincs más, hát most muszáj jönnünk ezt. Jó, mondom, akkor nem fogok hisztizni, akkor januárra jön meg, szilveszterre. Jó, mondom, akkor jó, rendeljük meg ezt, csak jöjjön meg, nem muszáj, ha karácsonyra. Tehát nem lett volna itt karácsonyra. Azonban bátyám keresgetett, és talált egy, az a Vaterán egy ilyet. Egy USB 360 kontrollert, láthatjátok, így nézett volna ki. És ugye ez olcsó is, 2299 forint, egy kis postaköltség, ez Kínából jönnem. Látjátok, és egyébként fehéret vettünk volna, itt így néz ki, és elfogadtuk, elnéztük, megnéztük ezeket, és ezt nézzétek, mi van ideírva. A termék külföldről érkezik, ennek függvényében a szállítási idő 10-14 munka. Hú, de jó, akkor mégis ezt rendeljük inkább már meg, mert most nem vesztünk rajta semmit. Olcsóbb, igen, ez egy kicsit máshogy néz ki, de az mit számít? Fehér, olcsóbb. És hamarabb kijön, 10-14 munkanap, ez egy hónap. Hát nem ám, olvastuk tovább, de a postától függően előfordul a 15-35 munkanap. Mondom, köszönjük szépen akkor, szia, viszlát. Hát 15-35 munkanap, nem fogok egy hónapot várni. Jó, az előbb is tudom, úgy voltam, na jó van, akkor
Oké, és tesó, rendeljük meg ezt, akkor mondom, nem fogok nyavajogni. 30 munkanap, reméljük nem lesz annyi. Oké, és rendeljük meg. Dávid beszélt a csávóval, minden. Azt mondta, hogy legrosszabb esetlen 35 munkanap, ő is ezt mondta. Jó, mondom, oké, és jó, csak jöjjön meg. Nem érek, hanem Karácsonyra, csak jöjjön már meg. És ilyenkor volt az, amikor már megrendeltük volna, épp az utolsó pillanatban. Hopp, találkoztunk ezzel. Ez egy 2390 forintos cucc. És ugye ez nem Xbox 360-as, hanem hogy hívják, PSS. De nekem azt mondtam, amikor ezt belinkelt a tesóm, tehát ez is felmerült, mielőtt még megrendeltük volna ezt, tehát ezt már kix is, mert erről már nem volt szó. Mielőtt még megrendeltük ezt, ezt is belinkelte nekem, hogy ezt is nézzem meg. Ez az volt, hogy az volt a különbség, hát most már a termékeladásra befejeződött, de már mindegy, de akkor még nem. Az volt a különbség, hogy hamarabb megjött volna. Tehát ez Magyarországra jött volna, ez meg ugye Kínából, tehát ez Pécsről jött volna pontosan, tehát ez egy-két napos szállítás múlva ki is jött volna. Mondom, mondja bátyám, hogy ó, ez tök jó, hát akkor ezt vegyük már meg, hát most egy-két nap, ez tök jó, nem kell, akkor Karácsonyra megjön. Mondom, jó, jó, de nekem ez nem tetszik. Az a helyzet nekem, ez a kontroller fajta nekem nem jön be. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem egyszerűen nem tudom, fúj, nekem nem tetszik. Én mindig is, amúgy is Xbox 360-as fajta kontrollert akartam venni, nem PSS-et. Tehát nekem ez sokkal jobban tetszik, konkrétan. Mondom, jó van, hát most Istenem, de... És akkor egy kicsit veszekedtük bátyámmal is ezen, mert ő ezt akarta, én meg ezt akartam. És végül is arra jutottunk ki, hogy én nyertem a csatát, úgymond, ezt választottuk. Mondtam, hogy nem fog nyavajogni, és ezt mondtam, hogy én ezt nem kérem, köszönöm szépen. Hát igen, nem, ezt választottuk, és mikor már megrendeltük volna, akkor bátyámnak nem volt ideje, ezért mondta, hogy majd következő nap rendeli meg, holnap minden, és az utáni nap is beszélgettünk, és hát újabb termékeket talált, és találtunk, ismét eBay-en, ezt linkelte be nekem, hogy egyébként itt van ez, kicsit drágábban, de tehát ugyanúgy, mint ez, csak kicsit drágábban, viszont ez, gyerekek, 10 nap alatt kijön. Ez meg 30-35, legrosszabb esetben 35, de lehet, hogy legjobb esetben, mondjuk, hogyha Karácsony környékén rendeltük volna meg, akkor ugye a posta ilyenkor lelassul, teljesen lelassul, bár amúgy is lassú, és akkor nem lett volna az, hogy na jó, talán megjön 10-14 munkanap alatt, hanem tuti, hogy 35 munkanap kell bele. És akkor néztük, hogy ú, de jó, hogy ez pont ugyanaz, nézzétek meg, ez pont ugyanaz. Pont ugyanaz. És csak 14 nap a kiszállítás. Igaz, hogy egy kicsit drágább, de csak 14 nap. Mondom, okés, jó. Én benne vagyok, hát akkor ezt rendeljük meg. De hát ugye ebből nincs fehér, mondom, erről is veszekedtünk, mert én mindenáron fehéret szeretnék, mert hát szerintem az szebb. De tesóm, nekem ugye még mindegy, és ezen vesztünk össze megint, hogy most fehér vagy fekete, de ugye ebből meg csak fekete van, most láthatjátok. És hát egy kis idő után mondom, jó, akkor basszus, már elegem van, akkor jó, jó lesz a fekete, csak jöjjön már meg, és döntsük már el, rendeljük már meg. Ne, igen ám, ilyenkor jött egy új termék a képbe. Ez a termék, ismét eBay-ről. Ez a termék jött a képbe. Na mindegy, ez a termék jött a képbe, és akkor úgy volt, hogy hát az ugye ezt már el is felejtettük. Hát úgy volt, hogy akkor ezt is megnéztem, ugye ez már 4200, de azt mondta tesóm, hogy megveszi nekem, mert hát ugye ő fizeti. Azt mondta, megveszi nekem, csak most már ez legyen jó. És az a durva, hogy ezt azt írták, hogy ez hamar kijön,
Tehát ez az is, azt hiszem 10-14 munkanapot írtak, hogy hamar kijön ugyanúgy, mint ez. Igaz, hogy egy kicsit drágább, de ugyanúgy kijön hamar. És ezt már azt olvasta tesóm, hogy én nem tudok nagyon angolul, de azt olvasta, hogy ez már úgy kijön, hogy már amikor megrendeljük, az utáni nap már fel is teszik a hajóra, mert hajóról hozzák, hajóval hozzák, bocsánat, hajóval hozzák ezt a készüléket. Szóval hamar elkezdik ide hozni, de hát ugye Kínába jön azért tényleg 10-14 munka, mire ide ér Magyarországra. Szóval jó, akkor mondom, szuper, fehér, végre, és ha Xbox 360-as, akkor ilyenkor neki is azt mondta, hogy viszlát, és ilyenkor eldöntöttük bátyámmal, és azutáni nap, azt hiszem múlt hét, nem tudom, tök mindegy, múlt héten megrendeltük, pontosabban testvérem szépen megrendelte, nem tudom, hogy fizette ki valami kártyával, kifizette, megrendelte. Szóval, gyerekek, most ebben a pillanatban is biztos vagyok benne, hogy úton van Kínából ide Magyarországra ez a szépség. Szóval végül is úgy döntöttünk nagy-nagy, hát hogy is mondjam, kérdések után, mert egy csomó kontrollán végigmentünk, úgy döntöttük, hogy ez és kész. Szóval most is úton van ez a szépség ide hozzánk, és karácsonyra jön meg. Tehát, most hát nem, mert karácsony előtt jön meg. Azt hiszem karácsony előtt egy vagy fél héttel. De azt mondta testvérem, hogy nem mutatja meg a karácsony előtt, tehát ő ezt megkapja, és el is dugja, nem láthatom még a dobozát se, mert azt mondta, hogy majd csak a karácsony falat láthatom. És én ezt tiszteletben is tartom, mert én is csak a karácsonyfalat akarom kibontani, illetve nektek majd unboxingos videóban. Szóval úgy voltam vele, hogy jó, természetesen hát én is így gondoltam. Szóval hamarabb fog bejönni, mint karácsony, de ez csak jót jelent. Szóval mégiscsak karácsony megérkezik, ez a csoda, szép dolog. Szóval ez lett volna ez a kis változás. Szóval ez lesz a karácsony feladat, ez már tuti biztos, ha sikeresen megrendeljük, illetve ez, hát ugye ezt már sikeresen megrendeltük, csak az a kérdés, hogy eljön-e, remélem eljön, mert ha nem, akkor nagy-nagy szopacs, de bízok benne. Bízunk benne testvéremmel, szóval ez már biztos ott lesz, ez meg remélem 99% hogy ott lesz a karácsony feladat. A webkameráról még nem mondanék túl sokat, mert azt még nem néztük meg. Még holnap, vagy nem, pontosabban pénteken fogok anyukámmal elmenni a boltba, vagy hát nem biztos, hogy anyukámmal, csak ő is jönni akar, a komputerpincébe, a 3Comp boltba, itt, ahol lakom, ide, és megnézzük, hogy ott milyen árakban vannak, és milyen minőségiek ezek a webkamerák, illetve a fejhallgatót. A fejhallgatót meg lehet, meg is veszem már pénteken, de azt itt csak a karácsony falat fogom szerintem használni, vagy hát a karácsony után fogom használni. Tehát azt is megveszem, és akkor elteszem, és majd csak karácsonykor lesz ott. Hát egy 1000 forint alatt akarok ott nézni, remélem lesz valami jó minőségű. Ha lesz, akkor megveszem ott helyben. De arra is nem fogom még kipróbálni karácsony előtt. Illetve, ha találok valami jó, olcsó és jó minőségű webkamerát ott, akkor természetesen azt is ott megveszem, de azt is ugyanúgy, csak karácsony után próbálom ki. Ahogy Bartos mester mondaná. Szóval ezek igazából a változások, de hogyha meg nem lesz ott webkamera, vagy felhallgató, bár felhallgató biztos lesz, akkor meg megrendelem interneten, de majd arról is mondok pontos információt, de szerintem azokat tuti megrendelem. És ugye hát csak ez a 4 dolog volt, amit én akarok így karácsonyra nagyba. Na, szóval, hát ez lett volna ez a kis videó, a beszélgessünk Dorinával második része, hát ez is egy olyan 25-30 percesre sikerült. Hát remélem, hogy tetszett. Tehát ez lett volna ez a kis változás, illetve
Tényleg bocsánat, de hát a gépem most romlott el természetesen, de hétvégén ígérjük, érkezik egy új gameplay, és megpróbálják valami állatra csinálni ezt a gameplayt. Szóval hétvégén érkezik az új videónk, addig nem tudjuk, hogy jelentkezünk, lehet egy kis Facebook kiírással majd jelentkezünk, de még nem tudjuk. Hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. És hétvégén találkozunk. Na, sziasztok! És tényleg bocsánat, hogy nem volt videó. Na, sziasztok!